2013. március 24-én ellátogattunk a Minden fél évben megrendezett debreceni egyetemi karok úszóversenyére. Az indulók több számban is kipróbálhatták magukat. Diátadóként Bicó Bence olimpikon és országos bajnok is részt vett az eseményen. Stábunk nem ázott el, és sikerült elkészíteni az interjúkat. De hogy mégis miről szólt ez az esemény, beszéljen erről az egyik szervező. Nagyon jó a hangulat, azt tapasztaljuk, hogy fél évről fél évre egyre több versenyző vesz részt a versenyeken. Bölcsészettudományi karról, természettudományi, műszaki, informatikai karról sokan jelentkeznek a versenyekre. A legnehezebb igazából motiválni a hallgatókat. Tehát ez, ami egy kicsit akadály, de viszont használjuk az új információs technológiát, tehát a Facebookot, amivel tudtuk promózni a versenyt elég jól. Mesélne nekünk néhány mondatban a londoni élményeidről, illetve hogy hogyan érezted magad? Nekem ez volt az első felnőtt olimpián, egy abszolút pozitív élmény volt, és szakmai szempontból egy kicsit elcsúszott a tervezésem, hiszen én nagyon nagy álmom volt, hogy döntőt úszhassak. Sajnos ez nem jött össze, van 4 éve most kijavítani a hibákat, úgyhogy a következőre készülök. Nekem ez egy hatalmas lépés volt, hiszen az ország egyik feléből a másikba tulajdonképpen elég hamar el kellett költöznöm. Jól érzem magam itt, én nagyon szeretek itt lenni, a csapattársak, az iskola környezet abszolút befogadó volt, úgyhogy tulajdonképpen nem volt problémám az átállással. Sportszervező szakon vagyok, ami hát köztünk szóval elég rugalmas. Sportot támogatják, úgyhogy gondolom, hogy minden segítséget megkapok ahhoz, hogy nyugalmasan és teljes körülön készülhessek az idei évi világbajnokságra. A csapat az abszolút egy barátságos környezet. A Risztovjeva után én vagyok a legidősebb, úgyhogy nálam csak fiatalabbak vannak. Mindenki nagyon kedves, és mindenki nagyon befogadó volt. Én most jöttem haza egy 3 hetes edzőtáborból, ez egy abszolút jó löket volt, egy kicsit kimozdulni bármilyen otthoni környezetből. Én úgy gondolom, hogy most már felzárkóztam, utolértem magam, úgyhogy teljes lendülettel készülök a világbajnokságra.